A színpadon sajnos nem láthattuk, de ott volt az idei poszton Szarvas József. A Jászai Mari díjas színművész frissen megjelent könyvéről mesélt szerzőtársával, Bérces Lászlóval. A Könnyű neked Szarvas Józsi című kötet rengeteg hihetetlen történetet mesél el, a hentes szakmát is kitanuló és sok nehézséget leküzdő színész életéből. A könyv bemutató alkalmával beszélgettünk Szarvas Józseffel. Az első szándék az tavaly előtt fogalmazódott ki, tekintettel arra, hogy nekem van az Őrségben egy házom, az udvarán egy pajta színház, Kaszás Attila pajta színház, amely tavaly volt 10 esztendős, illetve jövő lesz 10 éves a Tündérkert. A Tündérkert, amelyben mentjük, gyűjtjük Kárpát-medence pusztuló őshonos gyümölcs hagyatékát közösség erősítő szándékkal. Úgy, hogy a kertünkben van már több mint 100 gyümölcsfa van, és Kárpát-medencében van több mint 200 ilyen kert már. Vagyis én azt gondoltam, és azt gondolom ma is, hogy ezzel sikerült magam számára is bebizonyítani, hogy a színház a sok mindenre kész és képes. A színház azon kívül, hogy önmagát újra teremt és újra fogalmazza, azon kívül kész összeműködni más művészeti ágakkal, más kultúra közvetítő, kultúra hordozó törekvésekkel, és nálunk a Pajta Színház környékén van galériai élet, képzőművészek közreműködésével, van gyümölcsészet, népi építészet, kézművesség, népzene, néptánc, stb. És azt gondoltam, hogy ez a 10 éves jubilóm az elegendő lesz arra, hogy elegendő kell legyen arra, hogy azt valahogy könyvbe fogalmazni, úgy, hogy benne a Őrség, benne a viszág, benne a hagyomány, kultúra, hagyaték, gyümölcsfák, gasztronómia, receptek, fotók, gyümölcsfa, sokszínűség. Igen, nem? De elvitt az év, írtam néhány mondjuk így novellát, elküldtem a Lacinak, Béres Lacinak. Ősszel Laci engem fölhívott, hogy figyelj ide, itt vannak ilyen írások, novellák, de hát ezekkel ez olyan kevés, ebből könyv nem lesz. Hogy akkor, most akkor mit akarsz? Hogy tovább írod, vagy mit csinálj? És akkor nekem el kellett döntenem, hogy akkor van-e hozzá bátorságom, hogy írjak egy könyvet, mondjuk úgy az életemből, magam történeteiből összerakva, hogy van-e ez bátorságom? Mert kedv az más, az még, de van-e bátorságom, és van-e mögötte felelősségtudatom ahhoz, hogy csak elkezdtem írni, elkezdett fájni néhány dolog, néhány történet, és elkezdett kibontakozni egy vallomás töredékek mentén, valami olyan könyv, ami azt kell mondanom, hogy tőlem részemről nagyon komoly felelősség. De itt van a könyv, ez elkészült, tehát ezt a dolgot ezt vállalni kell, de azt gondolom, hogy ez egy férfiasan vállalt és vállalható könyv. Ez nem egy színész könyv. Ez nem egy... éppen most jöttünk le kocsival, a feleségemnek mondtam, hogy én nem is tudom, hogy mit szeretnék én, hogy ha azt gondolom, hogy azon imádkozom, hogy legyen sikere a könyvnek, hogy akkor mire gondolok. Még azt sem tudom. Mert engem nem kell megdicséri majd az attól, hogy ezeket a történeteket leírtam, mert ezek megtörténtek. Az, hogy megdicsérni engem, hogy milyen jól le van írva, az már azért ingoványos, mert ebben már benne van a Béres Laci munkája is, vagy Bérces Laci munkája is. Tehát, hogy az ő nagyon vastag és nagyon fontos alkotótársi munkája. Tehát még ennél még a szöveg minőségért sem engem illet a dicséret. De hogy mi lehet ennek a könyvnek a vágya, hogy hová jut el, eljut-e, kérdést tud-e föltenni, aki ezt elolvassa, kap-e, nyer-e ez okán megerősítést, és ha most ezt végig gondolom, és most végig beszélem, talán ez lehet. Ha valaki kézbe vesz egy fiatal ember, egy fiú, egy lány, akinek vannak képzetei, és tele van még bátortalansággal, és igazolást vágy, vagy kíván, hogy na talán ott tud, ez a könyv talán tud segíteni. Thank you.
Dávid a fiam 33 éves, Kati 3. Az egyik unokám 5 éves, a másik 3. Egy hónap a fiatalabb itt a Kati. Katinka. És olyan fajta vágy azért van bennem, hogyha majd ők olvassák, forgatgatják, hogy ez főleg persze Dávidra vonatkozik, aki azért már, hogy ugye már túl van a nevelési szakaszon, hogy talán néhány dolgot majd könnyebben megért ebből. Ilyen értelemben könnyebb arra gondolni, hogy mi történhet vele. Megjegyzem, kíváncsi is vagyok rá, hogy na most mihez mit szólsz, és történik-e majd valami ilyesmi. A Katinka pedig, ugye hát ő nagyon picike, és nagy valószínűsége, mire ő ezt a könyvet olvassa, akkor sok minden történhet. Hogy tehát van egy életút, mely életútnak ő is része, és van ebben az életútban visszatanulható, visszacsatolható, munkára fogható valami, amire még, utána ő is talán majd nyer belőle valamit, amire még ő is büszke lehet. Tehát én ezt azzal a szándékkal írtam, hogy aki ebben az könyvben szerepel, minden szereplő, aki bárhogyan, bármi módon, hogy lehessen arra a dologra, amit csinál. Hát nem mindenki lehet rá büszke, de hogy abban biztos lehet mindenki, aki ebben a könyvben szerepel, nem néztem meg, de sok száz név van benne, hogy minden név azzal a felelősséggel kerül be a könyvembe, hogy nagyon szeretem őket. Ők mindannyian így, úgy, amúgy része az életemnek. Ahogy én is nekik. És én erre nem tudok másképpen gondolni, mint szeretettel. Mert engem ez működtet. Ebben nem nincs harag, nincs gyűlölet, nincs bosszúvágy, nincs revansvágy. Miközben tele van olyan helyzet a könyv, amit fölidéz, hogy ez kemény. Na ez kemény. Na ebből hogy jössz ki? De innen nézve, ha a szemszöget nézzük, ez egy sikertörténet. Kiengedtem a palackot, kiúztam a dugót, a szellem kint van, és akkor ez is egy nagyon érdekes tapasztalás lesz az életemnek, amikor majd feltehetően jön majd vissza a hatás. Az érdekes dolog lesz, hogy néhány év múlva, amikor szembesülök azzal, hogy volt-e valahol valakinél úgy a könyv, hogy valamit segített, valamit továbbrendített, vagy ötletelt, vagy nem is tudom. De engem ez jó, hogy nem kell megdicsérni. De hogyha valamit hozzá tudtam tenni, főleg derült, főleg szeretetet, akkor azt mondom, hogy akkor talán elvégzi a munkáját, miközben tele van fájdalommal. A színház az én életemben az egy olyan lehetőség volt, amellyel szerintem még éltem is. Amellyel én, az legbensőbb én, legjobban meg tudott szólalni, legjobban meg tudott mutatkozni, legjobban tudott hasznosulni. Mert végül is ez a lényeg, hogy tudunk-e úgy élni, hogy nem belebolygatva a természet nagy rendjébe, hogy a folyamatosságot föl tudjuk-e tartani. Család, barátok, közösségek, falvak, szomszédság, szóval ez a folyamatot, ami tele van kultúrával, főleg kultúrával és csak kultúrával, hogy tehát tud ez a könyv kultúra hordozó, kultúra közvetítő lenni, és annak látszani. És benne a színház engem feltétlenül leginkább úgy érdekel, hogy mint kultúra hordozó, kultúra közvetítő. És akkor ebből, ami sikerült belementenem a könyvbe, az sikerült, ami meg nem, az meg kimaradt. Tehát színházi találkozó van most, és könyvről beszélünk. És azt mondom, hogy ez mutatja, hogy a színház az kész és képes nagyon sok mindent magába fogalmazni, sok mindenhez, különböző ágakhoz, művészeti ágakhoz kapaszkodni, csatlakozni, beoltani, vele összeműködni és azt segíteni. Egy ilyenfajta fesztivál pedig azért van szükség, mert
az ünnepekre szükségünk van. A színházban évek során próbálunk, dolgozunk, előadásokat mutatunk be, és ez a poszt pedig arra volt mindig is hivatott, és az volt a szerepe, azt sokáig be is tölti, vagy be is töltötte, reméljük, hogy be is tölti, hogy itt találkozzanak az emberek emberként, akik nézők, akik színházi emberek, vagy más módon, akik ezt a gondolatot az ünnepnapon belakják, és legyen ez egy ilyen összekacsintó és egymást szerető, hát fesztivál, vagy népünnepében, nem is tudom. Nagyon nagy szükség van rá. Meg ez mindig jó szívvel gondolok erre a posztra, még akkor is, ha nem vagyok meghívva, ha nem vagyok itt, csak úgy vágyakozom. A pécsi országos színházi találkozón szinte minden évben volt rá példa, hogy egy rendező két előadását is a versenyprogramba válogatták. Idén Horváth Csaba duplázott. A rendező koreográfus a 2000-es évek közepén kezdte el kialakítani azt a színházi nyelvet, nevezzük ezt fizikai színháznak, amit már a saját csapatával, a Forte társulattal olyan szintre fejlesztett, hogy a kortárs magyar színházi keresztmetszet egy jelentős szelete. Nem véletlenül válogatták be a versenyprogramba, idén a székesfehérvári Vörös Marti Színházzal készített Halál Tébában című előadását, a Forte társulat Vaterlandját, és díjazták tavaly a Te országod című rendezését. Jó érzés, főleg azért jó érzés, mert azért mind a két válogató, Rejős János, illetve Térei János számomra nagyon kedves és hiteles színházi emberek és művész emberek. Tehát az, hogy az ő szuverén válogatásuknak két előadásom is a része, az mindenképpen egy megtisztelő dolog. Te mit gondolsz arról, hogy miért pont ezt a kettőt választották ki? Vagy szerinted miért tartottak érdemesre a te előadásai? Az én előadásaimból ezt a kettőt? Hát nézd, ugye minden, ez az aktuális két előadásom ebben az évadban. Az egyik Fehérváron készült össze, a másik pedig februárban készült, ami a Forte társulat előadása, a Vaterland a Trafóban. De azt, hogy ők miért válogatták be mind a kettőt, erről őket kell megkérdezni. Igazából én ezt nem tudom, bevallom őszintén. Engem is meglepett, de valami miatt fontosnak tartották mind a két előadást. Hát nyilván ez sok szempont van itt, színészek, színészi játék, rendezés, tartalom, stb. Hát meg az a nyelv, mondjuk, amit... Meg az a nyelv, igen. Hát ez, biztos ez is benne van ebbe a dologban, mert úgy veszem észre, hogy most már úgy kezd ez a dolog úgy beérni, szóval ugye kezd elfogadottabb lenni. Nem azt mondom, hogy feltétlenül, és mindenhol, és minden körben, de jobban odafigyelnek rá. Beszélgessünk akkor külön-külön mindkét előadásról, beszélgessünk a tegnapiról, ugye most a két előadás között vagyunk, hogy ez már lement, megtörtént. Itt mi volt az alap, hát hogy mondjam, rendezői koncepciód, meg mi volt az igény, ami miatt te ehhez az anyaghoz nyúltál? Hát én ezt régóta ismerem, ezt az anyagot, ez kb. 10 éve íródott a Jon Fosse kortárs norvég drámaíró által Oszlóban. Ez megrendelésre íródott, és én magam is részese voltam annak a produkciónak, mint koreográfus. Ez az oszlói Det Norske teáterben lett bemutatva első ízben, és ez tulajdonképpen az Oidipus trilógiának egy ilyen sűrítménye, úgy is szokták mondani, hogy 3-1, tehát Oidipus Kolonoszban a Antigóné. Na most engem akkor is nagyon izgatott ez a darab, és nagyon megfogott, és évek óta gondolkodom rajta, hogy valahol, valakivel, valakikkel, valamilyen formában meg kellene csinálni, és ez most úgy éreztem, hogy a fehérvári társulatra abszolút kiosztható, jól kiosztható. De hozzáteszem, hogy nem egy görög dráma trilógiát rendeztem belőle, hanem én ezt úgy kezelem, mint Jon Fossénak egy kortárs norvég drámáját. Az, hogy ez egy Oidipus adaptáció, az természetesen, hogy nem kérdés, és De maga, én valahogy megpróbálom ezt külön kezelni az antik drámáktól,
és vagy valamelyest függetleníteni, és ezt nagyon, nagyon izgalmasnak tartottam mindig is, ezt a drámát. Úgyhogy örültem, hogy erre most van lehetőség, hogy ezt megrendezhessen Székesfehérváron. Egyrészt ugye, hát csak ilyen sztereotípiákkal tudok élni, hogy örökérvényű problémákat feszeget, miközben egyébként, ami engem elsősorban mozz ebben az előadásban, hogy egyszerre nagyon intim és egy családi atmoszféra az, ami előttünk van, amit elénk tár ez a történet, néha kínos pillanatokkal, kínos családi pillanatokkal, és nagyon őszinte érzelmi kifakadásokkal, és egyszerre egy nyílt társadalom kritika, vagy társadalom kép, inkább azt mondanám, amit pedig sokkal inkább egy ilyen kicsit politikusi szintet próbál meg ábrázolni, és rengeteg áthallással bír, ami egyáltalán napjaink politikai életét lengi körül, szóval nagyon sok olyan motivum van benne, olyan sok probléma és olyan sok kérdéskör, amely napjainkban ugyanolyan problematikus, mint akkor, amikor ez a darab, az eredeti íródott. Másik, ugye a Vaterland, vagy Land? Vaterland. Ugye ez is már egy hát feldolgozása valaminek, ugye, mert hogy ez a cím, ez nem egy darabnak a címe, hanem a ti előadásotoknak a címe. Mit is takar ez? Hát ez ugye Tomás Bernád írásaira épül ez az előadás. Az előadás dramaturgia Rácz Attila, ő jegyzi a szövegszerkezetet. Ez több fajta kötetéből van összeválogatva a Bernárdnak. Többféle kötetből, de tulajdonképpen egy azonos témát, ugyanazt a témát járja körül. Azért neveztük el, azért adtuk azt a címet, hogy Vaterland, mert apaföld magyarul, mert tulajdonképpen egy bizonyos tájat megcéloz Bernard, méghozzá ez a felső-ausztriai Tirol és környéke, és itt ezen a... tulajdonképpen egy tájdráma, azt is úgy adtuk neki ezt a megnevezést az előadás műfaját illetően, hogy tájdráma, tehát tájdrámának neveztük el, pontosan azért, mert valami egészen különös módon Bernárdra nagyon jellemzően képes végtelenségig beszélni vidéki uradalmakról, kastélyokról, úgy, hogy gyakorlatilag észrevétlenül belesodródunk egy olyan történetbe, ami már rég nem a tájról szól, hanem a táj által rejtett múltról, bűnökről, családi bűnökről, társadalmi bűnökről, tehát valahol hasonló a fosszéval ez a rokon vonal, hogy egyszerre egy családi drámát, tehát a családi történeteket hallunk ki ezekből az írásokból, miközben nagyon éles társadalom kritika van a háttérben, illetve rejlik mögötte, tehát ezek mögött, a családi drámák mögött. Most ezek a különböző írásoknak szinte valamennyinek a története az, hogy egy fiú beszél az apjáról és az apján keresztül. Arról a tájról, ami neki jelentett valamit gyerekkorában, de felnőtt korán már valami egészen mást jelent, és hogy ez a táj mennyi titkot rejt. Tehát e köré épül a Vaterland. Bartók itt hogy jön a képbe? Bartók úgy jön a képbe, hogy az Olasz férfi című írása Bernárdnak, ami tulajdonképpen egy filmforgatókönyv. Tehát az Olasz férfi című írásában megjelennek a Bartók vonos négyesek, amelyek számomra nagyon fontos és kedves zenék, illetve zeneművek. És az olasz férfi, aki meghívást kapott az apa temetésére, aki öngyilkos lett és föl van ravatalozva egy síralomházban, ami egyébként vigalomház, hiszen a család nyaranta ott tartja a színházi előadásait, de most síralomház lett, mivel hogy ott van a ravatal,
és az olasz férfi, aki egy távoli rokona a családnak, illetve meghívást kap erre a temetésre, és meg is jelenik, és Bartók Vonos négyeseket hallgat. Tehát így jön a képbe, de az a helyzet, hogy nincs benne Bartók, tehát hogy nem került be, mint ahogy nagyon sok minden nem került be, amit eredetileg terveztem, és nagyon sok minden nem úgy néz ki, amit egyébként ez a filmforgatókönyv tulajdonképpen leír, vagyis megkíván, tehát a munka során az Attilával, Rácz Attilával, aki, ahogy az előbb is mondtam, a dramaturgia az előadásnak, tulajdonképpen arra jutottunk, hogy minél tágasabb spektrumban mutatjuk meg a Bernárnak ezeket az egyszólamú, ami a témát illeti, illetve a témát illetően egyszólamú írásait, annál gazdagabb képet tudunk festeni ezzel az előadással. Azt gondolom, hogy kuriózum, az én munkásságomban is egy különös időszak és egy különös felfedezés, mert Bernárnak ezek egyik írása sem ezek közül sem, nem színpadra készült, de a felfedezése, Tomás Bernhard felfedezése és az ő világának az összeboronálása azzal a fajta világgal, amit én magam kedvelek és sajátomnak tartok, amit sokan úgy hívnak, hogy fizikai színház, de ez teljesen mindegy, hogy hogy hívják, ez egy komoly kísérlet számomra és egy nagyon fontos elmozdulás. Stilszre vagyunk ítélve. Stilszre ítéltek rettentő zsarnokai, a szüleim. Élethosszígban itt kell maradnunk Stilszben, mert túlságosan gyengék vagyunk a szabadulásra. A lakóépületek úgy leszűkítettek, hogy ahhoz fokatok én még nem láttam. És itt vannak a melléképületek is. A vadászház, az üvegház, stb. Azok is omlanak. Itt ülünk a Poszton országos színházi találkozó, vagy szemle. Most a kérdés az, ugye az elmúlt években sokan megjegyezték, hogy azért találkozó, mert hogy találkoznak a szakmabéliek, a közönség, a színészekkel, az alkotókkal, de hogy ez most nem redukálódott-e esetleg mondjuk az elmúlt években mondjuk csak egy szemlévé. Hogy eljön mindenki, megmutatja magát, aztán hazamegy. Hogy elvesztette talán azt a... Hát azt a tulajdonságát biztos, hogy elvesztette, hogy itt leköltözik mindenki egy hétre, és akkor valójában tényleg a szakma megnézi egymást, ami nyilván nagyon fontos dolog volna. Tehát erre sajnos nincs lehetőség. Részben azért, mert nem lehet itt lakni egy hétig, nyilván ennek anyagi vonzatai vannak, részben pedig azért, mert többnyire mindenki rohan. Persze nyilván ez egy más, biztos más dolog lenne, hogyha az ember úgy ütemezni ezt az időszakot az életében, ezt a kora nyarat, amikor a poszt van, hogy mondjuk megpróbálja magát szabaddá tenni egy hétre, és akkor végignézzem mindent, amire nincs lehetőség a évet közben. De ezt nem teheti meg nyilván, de ettől függetlenül azért a találkozó jelleg szerintem megvan, de hát mindent, tehát mi nem látjuk egymást, minket látnak így sűrítve. A szakmai fontossága azért megmaradt? Vagy hogy izgulva jön az ember megmutatni, hogy ha már beválogatták az előadását? Nyilván ösztönösen is izgul, szóval én nem hiszem, hogy ezt érdemes lenne cinikusan kezelni. Mégis megméretetés, mégis csak fesztivál. Zsinórba mennek egymás után az előadások, tényleg itt az ember látja, hogy jönnek-mennek a kollégák innen-onnan, vidékről, Budapestről, határon túlról. Tehát ez mindenképpen egy jó feeling. Az sajnálatos, hogy nem látjuk egymást tulajdonképpen. Egy-két előadás kivételével megpróbálom megnézni a ma esti előadást, bár még nincs jegyem. De valahogy bejutok biztos. De egyébként nem tudok többet, holott többet is megnéznék. Közben itt lent a faluban minden a lehető legtermészetesebben zajlik. És ténylegesen ember ilyen. Hozz ebben minden művi embertelen.